Ezen a grafikonon jól látszik, hogy a tiszavasvári járásban az elmúlt 4 évben jelentősen csökkent a munkanélküliek száma. Azonban a foglalkoztatás kérdése továbbra is kiemelt probléma a térségben, hiszen még mindig magas azok száma, akik nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Pedig állás akadna, hiszen itt is egyre nagyobb munkaerőhiánnyal küzdködnek a vállalkozások. A probléma megoldását segíti egy foglalkoztatási paktum, melynek második fórumát rendezték Tiszalökön. Az egész paktumnak az a lényege, vagy azon a lényege, hogy megtaláljuk a munkaerőpiacnak azon igényét, ami tulajdonképpen itt már Szabolcs-Szatmár-Berekben is azt jelenti, hogy nincs használható munkaerő. És erre keresünk megoldást maga a paktum a maga képzéseivel, amit a kormányhivatalon keresztül szervezünk, illetve a képzés által a munkaerőpiacon megjelenő új munkaerő. Ez az elméleti program, de a gyakorlatban sajnos nagyon nehéz megtalálni ezeket az embereket. A munkaerőpiac kiszolgálásában nagy nehézséget jelent az alkalmasság kérdése is. Nagyon sok olyan ember van nálunk is a közfoglalkoztatottak között, akik alapkompetenciákkal sem rendelkeznek. Tehát itt van egy olyan feladatunk, és tudom, hogy egy másik program, egy pilot fog indulni, ami ő rájuk gondol, és a 8 általánost megpróbálják ővelük elvégeztetni, legalábbis legyen róla papírjuk, hogy őszinte legyek, de remélem ettől többet fog jelenteni, hogy mi is tudjunk tovább építkezni, hiszen egy kőműves szakmát, egy kereskedő, egy kertépítő, vagy bármilyen szakmáról beszélek, elsajátítani csak úgy lehet, hogyha az ember írástudó. Nem funkcionális analfabéta, írástudó. A kereslet és a kínálat egyelőre nehezen talál egymásra, fogalmazott a Tiszavasvári járáshivatal vezetője a fórumon. Hosszú József kiemelte, a kormányhivatal ennek összerendezésében kíván segíteni többek között munkaerőpiaci felmérésekkel, illetve képzésekkel. Igyekszünk olyan képzéseket szervezni, most is folyamatban van igényfelmérés, hogy milyen képzést indítsunk a téli közfoglalkoztatási képzések keretében, amely az elsődleges munkaerőpiacra megfelelő tudást tud esetlegesen nyújtani a résztvevőknek. Itt ugye a járás területén több beruházás van kialakulóban, amelynek a vezetőjével már beszélgettünk, és ők elmondták, hogy nekik milyen képzettségű szakemberekre lenne szükségük. Igyekszünk ezeket a kéréseket továbbítani, és igyekszünk olyan képzéseket indítani, amelynek a végén majd esetlegesen olyan szakembereket, olyan munkás erőket tudunk rendelkezésre bocsájtani, akik az elsődleges munkaerőpiacon a későbbiekben megvalósuló projektekben működő cégeknek tudnak segíteni, vagy pedig a már itt jelenlévő cégeknél is esetlegesen tudnak hasznos munkát végezni. A munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzésekre a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben is kiemelt figyelmet fordítanak. Felnőtt képzéseket is tudunk indítani és vállalunk is, várjuk a megkereséseket, az igényeket, illetve hát mi is tartjuk a kapcsolatot a vállalkozásokkal, és ha valakinek valamilyen szakma képzésére igénye támad, akkor igyekszünk azon minél hamarabb segíteni, illetve ha nem ennyire égetően fontos az igénynek a kielégítése, akkor tudjuk még a felnőtt oktatást is kínálni a partnereknek, amely ugye időben hosszabb időtartamú, mint a felnőtt képzés, de ugyanolyan hatásos. A legutóbbi munkaerőpiaci felmérés szerint a Tiszavasvári járásban 80 munkáltatóból 20 cég tervez létszámbővítést 3 hónapon belül. A megkérdezett cégek összesen 69 fős növekedéssel számolnak, amiből egy cégnél 19 fős, kettőnél 10 és 9 fős növekedés várható, még a többinél az 1-2 fős létszámfelvétel a jellemző.